Az őszi vetések jó állapotban vannak, az őszi búza kezd kalászosodni, az árpa pedig már kalászos. Ezzel a csapadékkal már a kalászosok akár kihúzzák betakarításig. Természetesen az utolsó érési fázisban, a viaszérés fázisában, hogyha egy sokkoló sivatagi hőség éri a gabonát, akkor az terméscsökkentő lesz. De a lehetősége egy jó közepes termésnek az előző évekkel ellentétben most benne van. A területen, a táblákban, benne van a búzában, benne van az őszi árpában, benne van a bükkönyben, benne van mindenben. Tehát már nagyon várják a gazdák az első kaszálást a lucernánál, a gyepszénánál. Most ugye a csapadék ez visszafogja őket, de előző évben kaszálni sem kellett, mert nem volt mit. Most pedig ott toporgunk a tábla szélén, hogy végre lekaszáljuk, és legyen majd takarmány a kérődző állatainknak. A repce táblák még sárgállanak, de már a virágzás vége felé jár a növény. A virágzásra, majd a szemfejlődésre is országszerte kellő nedvesség áll rendelkezésükre a talajban. Helyenként több is esett az optimális mennyiségnél. Az elmúlt mondjuk így 4 napban ez az 50 mm csapadék, ami egyenletesen szétoszolva lehullott, ez itt még a mi vidékünkön inkább jót tett, mint ártott. Hát ugye a hírekből látjuk, hogy Pécs környékén, illetve a Dél-Dunántúlon végig hatalmas esők voltak. Annak nem örültünk volna itt ezen az egyenes területen, mert akkor most úgy beszélgetnénk, hogy mögöttem nem egy kelő kukoricatábla, hanem egy tó állna, és törnénk a fejünket, hogy hova tegyük a vizet. A hőmérséklet is többé-kevésbé megfelelő. A hirtelen nagy meleg nem lenne ideális. Különböző gombabetegségek a galászosoknál már korábban is jelentkeztek, tehát most nagyon fontos a gombák elleni védekezés. Hát ugye Európai Unióban engedélyezett szereket használhatunk, csak ezek bizony nem a legolcsóbbak, de gondolnunk kell arra, hogy előbb-utóbb, ami ezt az árpát, ezt a búzát megeszi, vagy mi magunk a péksüteményt, tehát az mindenképpen az ember asztalára kerül, vagy az állat húsa, vagy pedig közvetlenül a gabonából készült, lisztből készült pékáru. Tehát nagyon fontos az, hogy minél jobban megóvjuk a gombától a kalászosainkat, ez termésátlagban is látható lesz, minőségben is, és ugye egy alacsony gombatoxin szintet tudunk elérni, tehát egy egészséges, nyugodtan, biztonsággal fogyasztható élelmiszert kapunk majd eredményként.